Hello, sziasztok! Egy újabb videóval ugye itt vagyok, nem tudom mi hozott arra a döntés titeket, hogy megnézzétek, mert hát azért az egy órás videó és konkrétan semmi nem csinálok benne. Na, csak azt akarom mondani a videó előtt, mielőtt elkezdnétek nézni ezt a jó nagy baromságot, hogy némi, hát nem is tudom, rasszizmus talán előfordulhat a videóban, meg egyéb ilyen dolgok, és én ezzel senkit nem akarok megbántani, mielőtt valaki megsértődik, úgyhogy erős elnézést kérek a rossz viselkedésemért, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást a videóhoz. Have fun! Na, csak sikerült egyszer elindítani a játékot normálisan. Jó, nem a játékkal volt a baj, hanem a hangokkal, meg a beállításokkal, ez lényegtelen. Szóval, üdvözlök mindenkit, Vakason a gyűrök, ez nem más, mint a Pillars of Eternity 2 Deathfire. Ugye májusban jött ki a játék, azt hiszem. Lenne egy ebben az évben 2018-as játék. Elvileg eldöcög a gépen Lovegraph-a, mondom, jó? Nagyon jó. Van amennyire kogyitok is a játékhoz, nagyon balfaszol jobb benned, az lényegtelen. Az egyet elkezdtem kb. Úgy néz ki. Azt is ilyen elég győzösem. És nem tudom, hogy mik változtak a kettőben, szóval mit, milyen új dolgok vannak. A főmenő az eléggé hasonló az egyhez, szóval ez ugyanígy a DLC-k, meg a dolgok itt voltak, ugye. Ugyanúgy a menü, New Game Options, a szokások. Meg a nehézségi szint, igen, azért szerintem egy normált azért tolhatunk. És nem megyünk expert, meg trial módon. Trial of Fire, bocsánat. Ja, mert ez, hogy hívjákos játék? Paradox, az benne van, nem biztos. Majd megnézzük, mindegy. Az a lényeg, hogy ott szokott Iron Man mód lenni. Mert hogy, ja. Ugye egyszer halsz meg. És meghalsz, akkor annyi. Level scaling. Ezt hagyjuk ezzel. Jó. Szóval. Short game. Nézzük milyen. Oh, nice. Főmenüből indul a játék, ez tetszik. Obsidian Entertainment Presents. A intro. Gyerünk, nem tudom, hogy mi volt az egyben, majd utána nézzük, azt majd leírom a leírásba, szerintem, vagy valami ilyesmi. Wikipedia linket elküldöm, vagy valami. Na és most lesz, hogy kikeresel a gép. Na, nem. Ez az. Vagy mégis. Ne, Réci, nem akarom. Hanem a lábam, de mindegy. Workhely. Hiszek benned. Tudom, hogy tudsz működni. Tudom, ez az, Verka. Na, ennyi. Csak imádkozni kell, látjátok? Nézzük, hogy mennyire döcög el a játék. Mert FPS mutatót nem tettem ki. Mondom, minek? Nem akarom inkább látni. Jó, a kurzor az biztató. Az a halvány reményt ad, ugye? Volt izé kurzor is. Tiltó kurzor, úgyhogy meg lesz. Na, hang is van. Eora. A world where mortals live, die, and are reborn through the turning of the wheel. The cycle of reincarnation watched over by the gods, and made possible through pillars of a mystical substance known as Audra. 5 years ago, you traveled from your home to the Deerwood, a nation that had waged war against the incarnated god of light, Aethys. Resulting in his destruction. The country suffered from a plague of hollowborn, infants born without souls, that many believed was punishment for killing a god. In an ancient, secluded ruin, you witnessed a secret ritual that inadvertently transformed you into a watcher, one who can see and speak with souls. The ritual also gave you horrible visions, waking nightmares of a past life that threatened your sanity. To put them to rest, you pursued the man who had led the ritual, a seemingly immortal agent of the gods, known as Theos Ix Arcanon. With divine assistance, you confronted and defeated Theos,
ending your visions and resolving the Hollowborn crisis. In so doing, you also learned the great secret that Theos had protected. That the ancient empire of Anguith had transformed themselves into gods. Your visions finally put to rest, you retired to the castle of Cadnua, built atop a massive statue of pure Audra, where you ruled in relative peace and prosperity. Na, ez történt az első részben, amúgy. Az elejére emlékeztem, úgyhogy onnan tudom, hogy what happened later. Egy vacsorok voltunk, ugye, majd nem tudom, majd ilyen feliratot teszek hozzá nagyjából, vagy nem tudom, megpróbálom. Made a nice story. You nice. Fixing up that old keep, lifting the curse. Az most beakadt. Must have told it 100 times. But something got to gnawing at me. Thinking the spirits there weren't really at rest. But maybe the gods weren't finished with us. I used to dream that when my god came back, he would forgive us. That's the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up. The in-between of life and death. Follow your memories. You have been here before. Kicsit dacog a játék, azt gondolom észre vettétek. Jó, akkor inkább maradunk enni, mert hogy szarabb alkli. Reméljük, hogy ez nem répeli meg a fülünket hatszor. Szívesen. Ez tetszik! Így a játék. Jó, oké. Hasznak mondjam. Jó, akkor erre kell menni. Gondolom én. Hát, megjelentjük, hogy nem lehet benne. You have seen past the shroud. You are a watcher now. Erre emlékszem, ott azon a arra fára akasztottak fel minden köcsöget a faluban, aki... A watcher, sees souls, knows their pasts, and the souls see them back. Régen játszottam, mert nem is az idő, egy hónapja kezdtem az egyet, és nem jártam, nem jártam. A dubious honor, inheriting a fortress both broken and cursed. Amúgy nagyon... A kurzor is ugyanolyan maradt, lol. Most nézem. What is a god? A higher power? Az a főgonosz. A rewarder of good deeds and punisher of the wicked? Ezt az elején találkoztam. The gods aren't real, but something else entirely. Something created by people. Szóval, az volt, hogy ilyen. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? That their comprehension is beyond you? Let the world see. Let them decide what to do. Come. Akkor vacsorák vagyunk. Jó, oké. Már vacsorák vagyunk. Ezt így már eldöntött. Már tudunk beszélni lelkekkel, meg ilyenek. Szóval, ugye elköltöztünk egy ilyen fucking ruinba, elcsaltunk valami, mert megtámadott minket egy csomó bandita, ezért fölmenekültünk a ruinokhoz. Ott vacsorok lettünk, mert egy ilyen fucking szertartás történt éppen.
és ezért tudtunk beszélni a lelkekkel, akik megmondták, hogy mindenki gonosz kb. Nem amúgy... és ahova költöztünk volna, oda is jutottunk, ugye? Csak ott volt egy olyan uralkodó, aki kinyírt mindenkit kb. Meg med volt, szóval ilyen őrült hülye papi volt. Aztán... aki vezette a rituált a játék elején, amitől vacsorok lettünk, azt megöltük, amiből kiderült, hogy... már nem emlékszem. Valami ilyesmi, de majd utána olvasok, valamit kiírok. Ilyenek, de meglássuk. Na, kezdődik a játék. An aged dwarf shares this strange floating platform with you. His face is creased by so many wrinkles that his features lie buried amid shadowy pockets of skin. Still, the dwarf's well-practiced habits have left telltale tracks of a welcoming rictus across his visage. You can see his smile coming before it blooms, reshaping the dwarf's face from a hanging sack of flesh into something resembling an oddly carved, merry gourd, replete with unhealthy bumps and discolored splotches. Hello there. Beszéljünk velem. The creases of the dwarf's face tighten into a smile as he gives you a courteous nod. Akkor nem beszéljünk velem. Ez mit? Ez tetszik. Játék, ami pixeles 2008-ban, srácok. Gondolom, Magzdrafon jóval jobban néz ki, de így rasszom. Szerintem... ilyen még is fel... Sit. Please. Igenis, kapitány. Ez még pont leesett alatt a kő, de hogy meg. Thank you for joining us, Watcher of Cadnua. The gaunt woman seated at the table is clad in time-worn black armor that seems too massive for her to move in. A pale, slender neck rises from the gorget, topped by a hollow face. The milky skin stretched across it is delicate and translucent, like parchment that has been scraped clean too many times. Olyan szép angol szavak vannak benne, aminek a felét nem értem, de nagyjából össze tudom rakni, hogy She's preoccupied with the arrangement of cards on the table between you. With each movement, her armor squeaks and groans as though bearing an incredible weight. She places a final card, gives a nod of satisfaction, and raises her eyes to meet yours. Your brush with the divine has drained you of your powers, fractured your memories. Look upon these cards. They represent the courses of your life. You alone know best how they flowed. Arrange them to fit what you remember. Nah. Nah. Ez még az első részben van, srácok, ez nem jó. Úristen. Na várjatok. Mert én nem emlékszem, hogy nem vittem végig a játékot, de ez kellene hozzá, de most nem akarom kivinni a játékot. És az alapján lehet menni, ugye? Jó, hát menjünk az elsővel, ugye, hogy mindenki, szóval segítettünk ugye a Hallowbornokon, és... mert ugye 6 ending volt akkor, majd kiátszom. Mert szépen így, miközben lettük a kettővel, majd kiátszom, azt mondom, mind a 6-ot végig szerintem majd egyedül. De mi jó fejek voltunk, visszatittük a gyerekek baszolt, és boldogság volt. Nem, még mondom, hogy nem tudom. Does everything appear to be in order? Good. Welcome to the beyond. I am Bereth. One half, anyway. She points a finger in the direction of the dwarf who led you here. Though the movement is slight, her gauntlet squeaks like a rusty hinge. The dwarf's rictus returns as he nods in the woman's direction. Tell me, do you remember when we last met?
She places a card on the table, showing a tall tower. The gods' constellations are arrayed around it in the sky. You remember now. The Hall of Stars in Twin Elms, where you spoke with the gods. You came to that tower seeking our aid. You chose to pledge your services to other gods. Still, a pledge unmade stands fairer in this court than a pledge broken. She places a card in the middle of the arrangement. A bell tower with no bell. Her fingertips slowly drag away from the card, faintly creaking as they retreat across the table. You had need of the gods once before. Now it seems we have need of you. The being that occupied Odnua's statue beneath your castle was the dead god, Aeothus. Of this, we are certain. What we do not know is what his intentions are. Várjál, Aeothus az nem az volt, akit az a... akinek a városnak az uralkodója volt. Though Aeothus stole a large fragment of your soul, you were strong enough to survive the onslaught and enter the in-between. You and he are still connected. He has chosen a body made of living Audra, perfused with the power of thousands of souls, including yours. It should be little difficulty for an experienced watcher to find him. Taking a physical form in Aeora is fraught with peril. Most mortal minds and bodies are incapable of containing divine power. It can lead to problems, as Aeothus learned not long ago. Her armored hand gingerly places a card sideways on the table. It features a man with a burst of light instead of a head. I know. It is my business to know. 322 in Cadnua and your surrounding lands. Their souls remain in Aeothus still. You have the power to save them. Serve me and I will return you to your body. Or don't, and return to the wheel. Hát sok választás még az ábban nincs, mert a vír ugye, gondolom, megyek a halálba kb. Tekerekhetek akármeddig. Úgyhogy csapas. Good. Before you return to Aeora as my herald, you must remember who you were. The last whisper of life in death. For a moment, the sockets of her eyes darken, leaving the pits of a death's head gazing out at you. When you can picture your own face, the beyond will lead you back to your own kind, to the world of mortals. És most kell karaktert csinálni? Ez az! Na most a legérdekesebb rész, mert fingom nincs, hogy mit fogok csinálni. Na, legyünk rá, mert ez bennem. Ez egy fiú. Igen. Na igen, itt kezdődik a probléma, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz választás, mert ugye godlike az kurva erős. De csomó minusza van, szóval nem tud felvenni is akkor. A might az erő, a perception az ugye a gyorsaság, igen. Mindig. Nem is tudom mi voltam, azt hiszem, vagy ez, vagy a bőr, nem tudom kimondani, és annyira gáz. Tényleg nem játszottam, úgy életben is olyan látom. Szóval vagy elf, vagy... ez. Ne rögjön ki senki, légy szíves. Szóval ez ugye ez a fighternek lehet, mert nagyon durván. Ezzel meg ugye ilyen rúzs, meg ilyenek, ugye elfen. Hát próbáljuk ki. És ezen még vannak alfajok, szóval az a poén az egészben. Szóval, ti mit tudtok? Úgyhogy...
Ezeknek konkrétan van armorjuk. Mert nem armorjuk, hanem rezisztjük a Mike-ra, hogy nem basznak rájuk akkorát. Ezek meg... kicsit gyorsabban tudnak mozogni, mert itt már egy kicsit fejlettebb lett a játék nyilván, úgyhogy, ja. Na melyik legyen? Felső vagy alsó? Legyen ez. Na igen, ez a másik kérdés. Single class vagy multi class? De new player vagyok, úgyhogy inkább hagyjuk a multi class-t, igen. Ez. Szóval a multi class-on ugye az a jó, hogy mondjuk egy Rouge meg egy Mage-et így összevágsz, ez csá, ez bassz. Vagy még nem is tudom, Fighter, Barbarian, vagy Paladin inkább. Ez a geci erősen. Viszont valami közelharcnak kéne lennem, ugye? Szóval vagy ez? A Paladinon is gondolkoztam, de az... Meg ilyen Barbarian. Ez egy Chanter, ez egy Chanter. Igen. Amikor hülye vagy. Erre viszont nem emlékszem, hogy benne volt az egyben. Neverwinter Nights 2-höz képest jobban kevesebb klassz van amúgy. Majd azért is játszani fogok, mert az érdekel még. Többször is neki jártam, de egyszer sem jöttem még. És annak is közeleig jutottam el, mint a Pillars of Eternity 1-nek. Ugye? Igen? Jó, de ez ilyen Mage-nek számít kb. Úgyhogy... mázok a Fighternél. Ez érdekes lesz ugye nyilván, mert hogy... lövésem nincs, hogy mi ez a játék. De az nem olyan rossz. A Constant Recovery, ez egy érdekes és jó dolog. Az kit érdekel. Márja, mi volt a másik? Az nem érdekel, köz. Négy select a single weapon proficiency. Az mondjuk egy jó dolog, igen. Penetration with the chose... igen, az jó. Nagyon jó, lehet, de szerintem ez lesz. Nagy összeséggel. Hát de nyilván nem fogok olyan weapont használni, nem chosen. Hülye vagy te. Amúgy kicsit se látszik amúgy, hogy döcög a játék. Unbroken az... jó, ez nem kell nekünk szerintem. Mert szerintem a disengagement attackunk lesz botok ellen. Nem tudom, hogy elvileg nem lehet játszani multiba ezt a játékot. Nem tudom. Azt sajnáltam viszont. Igen, Devoted, ez tetszik. Eszer, ugye, Knockdown. Na! Itt kezdődik a nagy dolog, ugye. Na várjunk csak. Nem tudom, ki de visszamenni. Akkor nem. Így ezt ennyire nem tudom tovább viszonyom. Vagy csak a játék ennyire ízi. Jó, mindegy, jó lesz ez. És akkor most jön azt, hogy ugye strongly recommended. Constitution-t azt mondjuk nagyon jó, hogy ez rajta jött.
Most szépen lassan, hogy ugye egyszerre húzzuk a Dexterit is, ami jó dolog, csak annyira kell. Where are you from? Honnan a fa... Bocsánat. A fenéből tudjam. Na. Fingom nincs. Jó, ezt tökéltek. Religion. Explorerek voltunk. Nya, weapon proficiency. Szerintem van handid lesz. Nagy valószínűsége. Half-sword. Mi van? Estok. Greatsword. Morningstar. Pike. Pollux. Quarterstaff. Rapier az... Én ezt szeretjük. Jó dolog. Szabre! Szerintem repülőr lesz. Mert undorító. Van benne pisztoly? What? Wait. No. Van benne pisztoly, srácod. És megint egy Redley profkét. Aminek a felem töltött még benne. Ja, nem ilyen. A secondary. A secondary az hol van? Nem megvan. Tafu. Ez a cloth color. Aspakata. Skin. Menjünk ilyen, ha... Igen. Nincsen piros, nincsen piros. De szomorú. Nincs a sötétlenek is. Tökéletes. Hair. Já, legyen van nagyon hülyén. Ez tökéletes, sem megfelelnek, nem? Ez ilyen, second... Mi? Wait, no! Ez milyen már? Ez jól ág lecsinálasztettük. Karakter csinált, és... Várják, három fész. Ennek piros a szeme! Ennek is. Ez túl menő. El lesz az jó. És ami nagyon elbaszott hairstyle kéne. Neki, hogy nagyon elbaszottuk. Ó, tökélet. Ez az. Yeah! Nem. Ez ott alapban, nem? Mert van kind of. Ez igen, amikor már a style az már ilyen gémekbe is eljut, úristen. Egyre jobb is. Ez jó lesz az ilyen...
ugye? Dafuk. Ez mutatottan néz. Mondjuk lehet kettő nélkül, mert most idegesítesz, hogy hogy néz. Voice. Na. Let's go. Stand together. Finish them. Death to our enemies. Wait, is it? Silence around me. Az a finish them, az annyira... Fú, de ez... Finish them. Mint valami rossz buzi. Attack! Bring them down! I'll teach you a lesson! Take them down! Let us end this! Valami öreg nagypapa. Igen, szív. Now the sound. You'd better run! Yeah! Shh! Pose. Heroic. Oh! Yeah! Van árnyék. Úristen, de jó meg vagy csinál. Ez! Oh! Csap ki! Ez az. Ez még jobb. Ez jó lesz ezen. Olyan nem férfias, de jó lesz. Te azt láttátok ott, ez a... Mit valami... Fú! Plaza Picsu 2. Na, mi legyen a nevünk? Nincs egy random. Butcher. Ez ilyen. Mi a nevünk, srácok? Legyen szokásos. Egy számot nem le, akkor csak simán így. Tökéletes. Igen. Next, toljuk neki. Go forth now, Watcher, as my herald. Know that I do not give you this title lightly. When the time comes, you will have the power to reveal the souls that cling to you. To open the gateway from the in-between to the waking world. Yeah. Find Aethys. Learn his plans. When I have cause to talk to you, I will summon you. Yeah. With a quick gesture of her hand, you feel a sharp pain in what would be your chest. The pain continues, intruding deeper into your soul. Looking down, you see a small lump of darkness roiling within you. The darkness lingers there, but the pain abates and fades entirely within the span of a few seconds. A chime. Do not fear, Harold. It will not harm you unless you choose to cross me. I trust it will not come to that. Her gauntleted hand gestures to the dwarf, hovering nearby. Na várjál, most adok nekünk egy dolgot. Hogyha... The dwarf nods, contorts his face with his odd smile, and just... Milyen menő bárki? Futni nem tudsz még. Most fölvág minket egy hajóra, figyelj meg. Ugye? Mert hogy ez ilyen kalózos kezdete van elvileg, meg nem tudom, hogy majd működik, de a Splash Art az ugye ilyen hajó. The return to your body feels like waking after a fitful drunken sleep. The rocking of the ship sends pain jolting through your limbs. Crashing waves hammer inside your skull. Adair watches over your body with a glazed look, taking long, even tokes from his pipe. At the first movement of your chest, he starts. His gasp, mid-puff, sends him coughing and straining for breath.
No, there's no way. You're awake. What are you doing awake? How are you feeling? Me? You don't remember? Adair points at his face, which he seems to be arranging into his most recognizable expression. Receiving no response, he shrugs. Well, I'm the captain of this boat, and I was real big back in Deerwood. I had this keep called Cad Nua. I was famous. And I was what you'd call a watcher. I'd go around talking to dead folks and creeping out just about everyone who saw. He holds up his hands with fingers curled to mimic claws. You're just some farmer. Likes to follow me around. Take most of the beating for me when we get attacked. Don't worry, it'll all come back. Well, maybe it was you who was going around being a creepy watcher. I get mixed up easily. But that fortress was mine. I remember that. Anyway, you didn't answer my question. How you feeling? Alive's a big improvement. I hate to cast a pall over your recovery, but I'm afraid I have some bad news for you. The voice echoes from inside the bust. The remains of the steward of Cad Nua. Cad Nua has been destroyed. Aethys possessed the statue of Maros Nua and rose from the ground, consuming the souls of all nearby. It is only by the exceptional strength of your soul that you survived. And even then, just barely. The further Aethys withdrew, the weaker you became. We chartered this ship and followed him to the Deadfire Archipelago. I know not how, but it seems he has retained a piece of your soul, and proximity to it has brought you back. How could you know all that? You've been faking on us. He pokes at your shoulder with one finger. Misfortune's brewing topside, wait. Magrans fires the captain's stars. An older man with ale-sour breath rubs his bloodshot eyes and stares at you. Engrim, the smell of drink on your breath could wake the very dead. Now what's this about? Pirates. They're demanding parley with you, Captain. I know this is asking a lot, but you better arm yourself and get on deck. Should be some gear in there. He indicates a nearby wardrobe. Egy repier, milyen meglepő. All right. Now make some use of it. The pirates of Deadfire are notorious. I suggest you deal with them quickly. Oda mondják, tak-tak, megölnek. Kb. Így fog kinézni amúgy tényleg. De az igen, letűröm most a pirátékat. Aztán meg menjek el, mert hogy így ismerni sokat vettem szerintem. Ja, fél órát mi van. Szerintem a többet is. Aztán hát ja, azt mondjuk, mérj a livestreamet. Aztán meg dolgom is van. Hogy kedves nő jön át is. What have we here? A little sloop? Lost and alone in the storm? I'll be taking your ship now, if you don't mind. And especially
if you do. Well, at least he asked. I am a gentleman of fortune. Give her up easy, and I'll see you get a swift death. It'll be bloody and agonizing, sure. But at least it'll be quick. Why complicate this with a quarrel? I see, I want, I take. It's as simple. Now then, me and my mates will be helping ourselves to your ship. There's no need to see her sunk by the storms. Or my culverins. Listen up, mates. I'm off to spear me a bigger fish. One with sharper teeth, like. I'm trust play with the crew if you'd like. But don't bring me any prisoners. None. You heard, Benwick! After him! Az igen, mekkorát ugrottak, ezt láttátok? Na, mink van nekünk ez a vacsoros dolog? Nem. Visage of Death's Herald. Igen. Te ilyen erős geny vagy, ugye? Nem, te gyors geny vagy. Te is gyors vagy. Ez csak gyors vagy, és nem van. Ez fel van az erős. Ne is gyors. Hol megyünk? Azt repjerünk, ugye? Én nem, ez Needle Strike, Careful Strike. Ja, hát igen, azt hiszem, hogy van. Ez mi? Disziplina. Fighter Power 2. Nagyon jó. Szóval, hát akkor join nekem is jövettem is. Azt tudom, hát följük egy picit. Elővett a húsányt és megcsaptad a felület. Defend the ship! Na, az lovas már. Milyen jó megvan csinál, el is mentek a hajóban. Leszarom! Emberket mentünk!
Bocsánat, hogy nem olvasom fel, mert nem fordítom le, csak nekem is elég nehéz felfogni, mert ugye nem szoktam. Szóval, hogy ennyi vokebem nincs hozzá. Én csak 2 éve tanulok hallgatni a számára, mint előbb. És az se ilyen nagyon komolyan, értitek? Szóval nem a vokeb, hanem inkább nyelvtan, mert Magyarországon így tolják belép. És ja. Összeestünk, szóval meg... bájultunk, ahogy kiértünk a partra, és ja, örül vagy élünk. Yeah! És tényleg nem azért nem olvasom, meg fordítok, mert nem akarom, akarnám, csak kirögnétek az angol kiejtésemért, ami tényleg szörnyű, meg a, nem, a nagyon pontatlan fordításért is, szóval, hogy yeah. Na, gyors betölt ez a rész, ezt köszönök szerintem, mi meg lehet. Seek out means of repairing your ship. Én mind, nagyjából túléltem a gyűjtőt, remélem. You've been getting a lot of sleep so far on this trip. I'd have woke you, but you look so peaceful with your face in the sand. If you're worried about the ship, you can stop worrying. It's wrecked right over there. So far, it's just you and me and the chair lady over there. It's a relief to see you awake, my lord. I worried you were in for another long sleep. Don't know, but it's real pretty. Difficult to say for certain. The Deadfire is spotted with islands, some quite small. The good news is that if the storm hasn't spun us round entirely, I'd say we're in charted waters. I believe the Valian Trading Company operates in the region. Hence that little visit from that wretched pirate captain. I'd shout for Aethys, but I'm worried he'd hear me and come over. Nagyon vicces. I'm afraid I won't be much assistance in that regard. And not to doubt Master Adair's capacity, but even he would need supplies. That's true. Steak especially. Nagyon poénos a srác. Kész. Nagyon elhiszi, hogy vicces. Én már kezdve olvasni, hogy annak poénkodik. Patching the hull is only the start. You're going to need help getting the Defiant out to sea again. And a crew, for that matter. Let's see about the other survivors. And somehow we gotta get the ship repaired. I don't want to be paddling out of here on a salvage raft. For now, I'd say your best bet is to find some sign of civilization. If nothing else, we may be able to hire on a shipwright. My lord, if it is not too taxing, could you explain how it came to pass that you were returned to us? These gods. You make one deal with them to stop a madman, and the next thing you know, they're threatening your soul. That isn't much of a choice. But, castle or no castle, you are still my lord, and I will aid you to the best of my ability. Well, I suppose we better get a move on.
Van egy companionünk. Na mi legyen? Ugye én vagyok a fighter, szóval az biztos nem. Szerintem lesz egy rúzs. Nézzük. Anyád, ennek vannak cuccai. Így van az eseti. Milyen szépen nézzük, ezt nézzétek meg, úristen. Loot! Én nem ezt akartam, hogy ilyet akartam. What can I do? At once. Help! Somebody! Per con Blanca! Itt van valaki, aki még. Happily. Of course. Igen, néhány be fog döntni a játék. Valaki szerintem van a hajón. Amúgy. Kötelünk van, gondolom azt fog kellene hozzá, hogy felmenjünk. I'm here. You're looking better, Casita. That or I'm worse off than I thought. It's my leg, Matico. It hurts even worse than it looks. Funny thing, it's hard to see much from the underside of a barrel. I was a stubborn Postenaga. I was trying to fasten this mess down when we struck shore. Barrel rolled right over my leg. Everything we've been through and I'm nearly done in by a cask of rum. Quite romantic, Casita. I'll try not to hold it against you if you drop me. There must be other survivors out there. Indeed. Loot. More I'd be glad to. Na, keresünk még több furdivort. Az lélek. Hope the rest of those sodden bastards made it. Could be true. Oh, buzz me. Suey! Suey! Together. Yeah.
Ja, itt is jött. Hey. Aha. Itt kéne mozogni, kérdezni. Itt jött is van. Of course. Hey! Fancy seeing you here! I can't see much of anything, really, apart from you. Just endless gray. What happened? It's weird. I thought death would be different. Big light and so on. But I don't see anything at all. Just you. Oh. Suppose that sounds nice enough. I'll follow you then, shall I? Still seeing ghosts, huh? I suppose you're stuck with that. Yeah. Watcher, over here. It is good to see you well, Watcher. I believe the boars were hoping for easy meat. The bosun, Beadle, is in that cave over there. Ran in after a boar. Stubborn old dwarf. I will make for the campfire. I must get this pistol cleaned if it's going to be of any use. Be careful in there, Captain. No, pastor. Na, és itt meg is elnék, mert ugye, ha már ilyen nagyon jól nyomjuk ugye ezt a játékot, azt tudom, mit csinálok sokszor, akkor ja. Úgyhogy, köszönöm a figyelmet, tetted like, iratkozz fel, és így egy kommentet, hogyha akarsz valami rövidót látni. Ja, mert. Úgyhogy, még egyszer, köszi, szia, srácok, sziasztok. Hello, sziasztok. Egy újabb videóval ugye itt vagyok, nem tudom mi hozott arra döntés titeket, hogy megnézzétek, mert hát azért az az egy órás videó, és konkrétan semmi nem csinálok benne. Na, csak azt akarom mondani a videó előtt, mielőtt elkezdjétek nézni ezt a jó nagy baromságot, hogy némi, hát nem is tudom, rasszizmus talán előfordulhat a videóban, meg egyéb ilyen dolgok, és én ezzel senkit nem akarok megbántani, mert valaki megsértődik, úgyhogy erős elnézést kérek a rossz viselkedésemért, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást a videóhoz. Have fun!